A multifunkcionális teremben hagyományos tábla segíti az oktatást, de a jövőben projektorral és vetítővászonnal is felszerelik. Átadása után a tanulók kedvenceivé váltak a kültéri tanórák. A fő célja a tanterem kialakításának az volt, hogy a gyakorlatot, a természetet bevigyük az oktatásba, közvetlenül rákapcsoljuk arra az elméleti oktatásra, ami van, gyakorlatiasabbá tegyük a gyerekek számára a környezetük megismerését, integrálható legyen különböző tantárgyakba az élményszerű oktatás. Az ötletgazda a Szülői Munkaszövetség elnökének terveit az iskola vezetése és tanárai is támogatták. Szívesen tartanak itt órákat. Főleg a biológia és a földrajz órákon tudják használni a tanulók. A lényeg az, hogy ezeken az órákon tudják kutatni a fákat, tudják az állatoknak, a madaraknak, a bogaraknak az életét megfigyelni, projekteket tudnak készíteni, és mindezt egy nagyon kellemes légkörben. A külső tanterem mellett felújították az iskolai sportpálya lelátóját is. Az eddigi költségek meghaladták az 50 ezer eurót. Jelenleg is folyamatban van egy tanösvény kialakítása, de tervezik még egy szerszámos láda kihelyezését is.